Tegnap délelőtt érkeztek meg Szombathelyre a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola kiképzői Bóbitával, a fekete labradorral. Szevasz! Bóbita! Hát kezdjük csókolom! Meglepetés látogatásra jöttek Marika nénihez. A 101 éves asszony 3 éve járt Miskolcon az alapítvány központjában, mert nagyon szereti a kutyákat, és látni akarta, hogy zajlik ott a munka. Összeismerkedett Bóbitával, és azóta szoros barátságot ápolnak. Csókolom! Bóbita, hoztunk egy vendéget. A meglepetést Marika néni lánya szervezte meg. Az idős asszony nagyon örült a négy lábú látogatónak, és viszont. Hát, hogy van? Első találkozásukkor Bóbita elunta, hogy a beszélgető hölgyek között nem ő volt a középpontban, és rámancsolt Marika nénire, aki jutalomfalattal kezdte őt kényeztetni. Így bontakozott ki köztük a nem mindennapi barátság. Az asszony tavaly 100 évesen, vállalva az egésznapos autóutat, ellátogatott Miskolcra, hogy felköszöntse kedvencét a születésnapján. Ennyire imádja ezt a kutyát, hát akkor ez az ajándék alapjába véve, úgyhogy... De hangsúlyozom, hogy mi csak egy nagyon kis pontok vagyunk ebbe, az igazi mesterek azok ugye ott vannak Miskolcon. Az alapítvány munkatársai virággal és Bóbitát ábrázoló bögrével köszöntötték fel névnapján Marika nénit. A kutyus képe ott van a szobája falán, elalvás előtt mindig ránéz. Bóbita egy úgynevezett demókutya. Vele azok a látássérült emberek találkoznak, akik bizonytalanok abban, hogy akarnak-e vakvezető kutyát vagy sem. Bóbita megmutatja, milyen érzést, élményt, szabadságot és kötelezettséget jelent kutyásnak lenni. Jelenleg olyan 15-20 kutyusunk van kint kölyöknevelőnél, több alomnyi kiskutyánk, és akkor, amikor ők bekerülnek képzésbe, a képzés végén ugye látássérült gazdihoz kerülnek. Úgyhogy nagyjából ez a folyamat, olyan 10-15 kutyust tudunk egy éven látássérült személyeknek átadni, kiképzett kutyust, sokkal többre lenne igény. A kutyus azt is bemutatta, mennyire ügyesen tud betakarózni. Kapta is folyamatosan a jutalomfalatokat. Bóbita látogatása óriási örömöt szerzett Marika néninek, jól sikerült a névnapi meglepetés.